Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a vendégem. Jó napot kívánok! Felbojdult a társadalom, hogy a taxisok is megosztottak, nem? Abból a szempontból, hogy vannak, akik beálltak, és csak a menekülteket fuvarozzák, lehet hallani ilyen horribilis összegekről, 1000 eurókról is akár fejenként. A másik része a taxisoknak pedig azt mondja, hogy ez nincs így rendjén. Mit szabad és mit nem? Hát nem azok a taxisok mondják, hogy nincs ez rendjén, akik éppen úgy gondolják, hogy van véleményük erről a dologról, hanem van egy állásfoglalás, egy tájékoztató a rendőrség részéről, a rendőrhatóság részéről, melyet a taxiszövetség még évelején kért és szorgalmazott az ORFK-tól, hiszen már akkor láttuk, éreztük, hogy egy olyan mozgás indul meg, migráns mozgás országon belül és országon kívülre, aminek következménye lesz és lehet, illetve ezt a rendőrhatóságok is már jelezték a taxiszervezetek részére. Ezért egy tájékoztatót kiadtak év elején, amiben egyértelmű vétették, hogy mikor valósul meg az a cselekedet, ami tulajdonképpen migráns szállításról szól, tehát embercsempészetről, hogyha ez népszerűbb vagy népszerűtlen bevé lehet így mondani. Teljesen mindegy, hogy határon belül vagy határon túlra történik a szolgáltatás végzése. Egy a lényeg, hogyha migránsról, tehát nincs neki dokumentuma, nincs neki engedélye, tartózkodási engedélye, nincs vízum, és nincs útlevele az adott országba belépésre, akkor tulajdonképpen megvalósul az embercsempészet. Na, itt van a nagy probléma. Igen. Ezzel, ugyanis egy taxis már akkor sem tudta az év elején sem, ahogy most sem, mint hatósági jogkörrel nem felruházott személyről beszélünk, nagyon nehéz ezt beazonosítani, anélkül, hogy én bárkit megsértenék. Ez az egyik oldala az éremnek. A másik oldala, hogy díjelnében történik a mi tevékenység engedélyünknek a végzése. Tehát kicsit furcsa lenne, hogyha mi azt mondanánk azoknak az utasoknak, akik lobogtatják a több száz eurót, hogy nem, mi nem visszük őket el. Éppen de ezért... onnan azért csak lehet sejteni, hogy miről van szó. Hát azért normál utas azt gondolom, hogy nem lebegtett több száz eurót, nem? Hát nézze, van egy údia egy Bécs-München távolságnak, az egy azért dolog... lehet látni azt szerintem, hogy ki a menekült, vagy... Hát nézze, de ránézésre azért lássuk be, hogy fura dolog lenne, hogyha akár a mozdonyvezető, akár a buszvezető, vagy a BKV-sofőr, vagy maga... Fura, de a szükség nagyúr, nem? Persze, hogy éppen ezért egyértelmű álláspontra volt szükségünk, egyértelmű tájékoztatóra a hatóság részéről. Ez a tájékoztató arról szól, amiről, tehát tulajdonképpen megvalósul az a tényállás, amit embercsempészetnek hívunk. Na most a probléma az, hogy a taxisok többsége, és ezt most idézőjelben mondom, hogy a taxisok többsége ezt figyelembe vette. Ezeket a fuvarokat elkerülik, tehát inkább menekülnek. Értem. Ezektől a menekültektől, ha lehet így fogalmazni, de van egy kisebbség taxisokon belül, és van egy többség taxisokon túl. Itt már a szerbek, a horvátok, a románok, a bolgárok, az osztrákok karitatív célból vagy jelleggel, de teljesen egy minek nevezzük, díj ellenében fuvarozzák ezeket az embereket, tehát embercsempészettel foglalkoznak. Ez hogy működik? Mesélj már el, tényleg érdekel. Hát úgy működik, ahogy hozzá lehet jutni információhoz a médiába, bárki, aki meg utána néz. Vannak szervezők, akik az utasokat szervezik, azok hívják a különböző sofőr szolgálatokat, lehet ez mondjuk taxis is, vagy lehet ez bárki, aki vállalja ennek az ódiumát, hogy miért ne, több százezer euróért, azt mondja, hogy megpróbálja lehetőségét ennek megfogni. Most a legnagyobb probléma. Igen. Az, hogy amikor olyan állásfoglalás is megszületik, nem hivatalosan, de adja a nevét hozzá egy jó nevű ügyvédiroda, hogy ha karitatív céllal valósul meg az utazás, akkor az már nem embercsempészet, az csak egy jó szolgálati tett. Jó, de azt nem tudja senki ellenőrizni, hogy ki fog az elpénzhez. Én azt gondolom, hogy hülyék a másik oldalon vannak. Okay. Tehát amikor tegnap kiderült, hogy egy osztrák családapa karitatív céllal, ugye embercsempészet, csak akkor bukott meg a dolog, amikor a szalakorlátnak neki ment, és ugye sajnálatos módon meghalt egy szíriai családapa, akkor kiderül, hogy akkor hol van a karitatív fogalomnak a határa. Én azt gondolom, hogy mi nem tudunk mást tenni, csak azt, hogy ahhoz ragaszkodunk, amit eddig nekünk a rendőrhatóság megosztott velünk, tehát, hogy mi az embercsempészet és mi nem, és innentől kezdve mindenkinek el kell dönteni, hogy mit vállalni és mit nem. Aki bevállalja, bevállalja. Én azt gondolom, hogy a 15-i határidő egy mérföldkő lesz. Igen. Ebben a tekintetben, mert onnantól kezdve az a 3 év, ami most lebegtet
az ügyészség, és sok esetben oszt, vagy éppen nem oszt felfüggesztve, egy elég komoly változás lesz az 5 év, illetve a szervezetformában 10 év tekintetében. Mindenki meg fogja gondolni, hogy vállalja ezeket a varokat, vagy sem. Ez elrettentés lehet nagyjából. Gondolom, az a célja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ezt elmondta nekünk.